lefotbaloztuk szerintem a török bajnokot, nekünk volt 6-8 helyzetünk, nekik egy. Ha nem segít nekik a bíró, akkor ezt a meccset nem nyerik meg. Örülök ennek a játéknak, még a fiatalok is egész jól fölvették a ritmust. Sajnos ott már akkor átütő nem volt bennünk, de hát ezt a meccset gólokkal is megnyerhettük volna a játékkép alapján, és ez a lényeg. Mi azon jöttünk ide, hogy nagyjából hol tartunk egy ilyen szintű csapat ellen, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendben voltunk. Megpróbáljuk irányítani a játékot. Ha rá tudtuk az akaratunkat erőltetni erre a török csapatra, akkor azt hiszem, ez menni fog más csapatokkal szemben is. Nyilván ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni, tehát az, hogy te rúgsz 3 kapufát, ott vannak a helyzeteid, és egy szögletből befejelnek egy gólt. Tehát ilyen a futball egyébként, tehát ezzel számolni kell, de összességében ezzel a meccsel én nagyon is elégedett vagyok. Az edzőtábor elején vagyunk, milyen munkát végeztek eddig a fiúk? Hát szerintem ez a lényeg, amit itt mi visszakapunk. Tehát taktikailag, filozófiában, területszűkítés, labdafelé védekezés, a megszerett labdával első szándékkal menni helyzetig. Ebből volt az első félidőben 4-5, ami nagyon jó volt. A másodikban is volt egy pár, de ott még egyszer mondom, már nem volt annyira éles a helyzet. Hogy érzed, időben jó helyen tartunk a bajnokság kezdetéhez képest? Szerintem teljesen rendben vagyunk. Én azt gondolom, hogy a bajnokság lesz, a csapat rendben lesz. Azért is vállaltam ilyen nehéz edzőmeccseket, hogy lássam, mit lehet ebből kihozni. Még a fiataloknak kell egy kis bátorítás, hogy még többet vállaljanak, vállalják föl magukat, ne bújjanak el a csapatjáték mögé. Nem baj, ha hibáznak, csak előrefele gondolkodjanak, ne fogják vissza magukat. Ez lenne ezeknek a mérkőzéseknek a célja. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk.